A Bonyhádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola uszodájában került megrendezésre a Városi Diákolimpia selejtező verseny. A résztvevők gyors, mell, hát és váltó úszás számokban indulhattak, mondta Gulyás Péter edző. Újdonságként bevezették a mix váltót, tehát így 9 váltószám is megrendezésre kerül, és ennek a versenynek az a tétje, hogy aki az első 2 helyen végez a versenyszámonként, nemenként, ők a január 18-ai ugyanitt megrendezésre kerülő megyei úszó diákolimpián vesznek részt. Különböző korcsoportokban és versenyszámokban indulhattak a fiatalok. Páter Anna hát és gyorsúszásban első helyezést ért el. 5 éves koromtól kezdtem el úszni, és először azért kezdtem el ugye, hogy megtanuljak úszni, és akkor így jöttek a versenyek, mert ügyes voltam, beállítottak, és akkor hát felfedezték, hogy ilyen tehetséges vagyok, és azóta így versenyzek. A szülők a medence mellől izgultak a fiatalokért, a gyerekek pedig egymást buzdítva hangosan szurkoltak egymásnak. Szinte mindenki dobogóra állhatott valamelyik versenyszámban.